A bíztekkel harcolok, ahogy látjátok, fiatalok! Minden sorsegyből kérek egyet videóval, térünk vissza a kisebb szünet után. Szigorúan kisebb szünet után egy kicsit más dolgunk akad, de majd meglátjátok, hogy mi volt ez a más dolog, hiszen egy óriási meglepetéssel készülünk nektek majd március 29-e környékén. Nem elég, hogy új sorsegyünk ide, még a Koresz Crew is beújít. Viszont ne menjünk annyira előre, amikor még itt vagyunk a jelenben, hiszen van nálam egy csomó bízt, amiket félreteszek, mert a mai videóban ezt a 8 sorsegyet fogjuk lekaparni, amit itt láthatok az asztalon. Lesz egy ezüst, egy szuperbankó, egy lottóláz, egy fárókincs, egy bronz, egy asztro, egy szerencsémalac és egy blackjack. Ez 8 darab sorsegy, amiből 4-et Szabi fog lekaparni, aki szintén itt van. Hello, hello. Szabi. És 4-et én fogok lekaparni. Szabi, most tedd meg, hogy nem nézel ide. Jó. De viszont ezt kéne mutatnod. Na jó, oldjuk meg valahogy, jó? Jó, megvan, megvan? Igen, igen, okay. Igen. Jó, és nem nézek oda. 1-8-ig kell a Szabinak számokat mondania. Itt vannak a sorsegyek. És akkor én most rámutatok arra, hogy melyik az egyes. És onnantól kezdve mutatom, hogy hogy megy a sorrend, jó? Tehát, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Most mondj akkor 4 számot, tesókám. Jó, szeretném a 4-est kérni. A 4-es, látjátok, ez a 4-es. A 3-ast. A 3-as, az ő a 3-as. A 7-est. A 7-es, igen. És az 1-est. És az egyest. Szerintem te csaltál. Csaltál, mert nálam maradt a fáraó kincse, és nálad lett a lottóláz, meg az ezüst, meg minden más. Ami csuda jó dolog. Érmét nem készítettem magamhoz, de egy birkózós 50-es az mindig ott van a bőröm alatt, mindig onnan húzom elő. Az az 50-es, ez 2018-ból van, és... Szóval, van nálam a legöregebb sors, a szuperbankó, a felújított fáraó kincse, a szerencsemalac és a bronz. A fáraó kincset meghagyjuk a végére. Jó. És most pörgessünk meg egy szerencsemalacot. Szerencsemalac, nem is tudom, hogy mi van itt. 3 darab 10 milliós, te jó Isten, simán behúzom, gyerekek. Itt az a baj, hogy a betűk nagyon rosszul vannak, ezért nagyon figyelni kell. 4000, nagyon adnám. Igen, egyébként ez a legnagyobb példa a szerencsemalac. Ó, 4000. 4000. 5000. Ez is egy 5-ös, ugye? Ó. Hát nyilván nem, nem. Egyébként, hogy egy kicsit statisztikázzunk is, hú, mekkorát köptem. 13, azaz 13 darab sorsélet vettünk meg, hiszen kódfejtő nem volt most a lottozóba, ahová elmentünk. Nem volt a lottozóba sajnos kódfejtő, ahová elmentünk, meg a bankó, meg ilyenek már rég nincsenek, sok szeretettel se találtunk. Úgyhogy vettünk 13 darab sorsélet 8000 forint értékben. Úgyhogy izgatottan várom, hogy mi lesz a végeredménye. 18 és 27, amit keresünk. Szia Szabi, már találkoztunk régen, de azért köszönhetünk egymásnak. Vagy egy 10-szerező, úristen, de kaparnék egy 10-szerezőt, mennyire király lenne. Jönnek a klasszikus számok, de nem azok, amik nekem jók. Gyurgyi is hiába jön. Nem baj, én mindig azt szoktam mondani, hogy minden sorsa, majd megnézem a betűket később. A minden sorsegyből kérek egyet videók elején, mindig azt szoktam mondani, hogy addig jó, amíg a kicsikkel veszítünk, és a nagyokban benne marad a szerencse. Legalábbis ebben bízhatunk. P-pénz, gyémánt, aranyrúd, oly, pedig milyen jó emlékeket, retro feelingeket hoz fel az aranyrúd. Hashtag retro vibes. Ez egy 10-es, ez egy 7-es, ez egy 3-as, 9-es, nyilván mi mással tudnék én kezdeni. Ezt is nem gondoltátok komolyan, hogy nem így fogok. De a végére adom a slusszpoint. Múltkor egy csávó között egy képet, és itt volt 3 darab szép neki. Hát nekem nincs. De folytatjuk az utunkat, eddig nincs egyikből se 2. Még mindig várunk a második jóra. Ez még mindig csak egy. Úristen, semmiből sincs 2 most szabad. Kupa. Ájjájjájjáj. Ájjáj, nyamor. Ezres. 5000, 50000. Hát itt egyből sincs ugyanaz. Egy ezres nyerhetünk egy pénzélmével. De az se adja be, 3-ból 3-0! Bevallom őszintén, nyertes sorsért már nagyon régóta nem kapartam ezen a csatornán, úgyhogy azt gondolom, hogy épp itt lenne az ideje, ez ilyen szánalmas arany után, szánalmas arany 6000-es után, hogy hozzunk valamit. A fáraó kincsét most megszavaztatjuk, hogy lekaparjuk élő időbe, vagy ne, hopp, megszavaztuk, nem kaparjuk le élő időbe, úgyhogy... Egy kicsit még be kell dolgoznom. Vágás, itt vagyunk, jó? Nem fogok vágni semmi rajta, azt te is tudod. Kis fiam. Nézzük meg a betűket, én azt javallom önöknek. P, az jó lehet.
P az jó lehet. A P az mindig jó. Nem. 13 darab sorsjegy. Én 4-et kapartam le 500, 300, 300 és 300 forint értékben, azaz 1400 forintért. Egyelőre 0 forintot nyertünk vissza, ami bevallom őszintén kicsit megfájította a szívemet, de bízunk benne, hogy Szabolcsnak ebben a videóban még sikerül az arányokon fordítani, és visszatérünk a versenybe, hogy a következő videóban a bízteket kapárjuk, már csak azt tudjuk eldönteni, hogy mennyit fogunk nyerni, úgyhogy Szabikám, gyere! Rajtam a sor, tehát, hogy megmentsem a Viktornak a veszteséges részét behozni. Már kiválasztottam az érvémet, méghozzá egy 2019-es 50-est. A kutya fáját neki. Még meleg, annyira... Ezt nem én adtam neked most amúgy? Nem, a boltban kaptam vissza a Tesco-s géptől. Nem hiszek magának. Úgyhogy! Na. Kezdjük is az ezüsttel, ha már itt ilyen ezüstös, csillogós, villogós, világítós minden. Viszok izgatott vagyok. Úgyhogy nézzük, nem tudom. Én eddig csináltam 1400 minuszt, kicsit ki kéne elvíteni a csorbát, uram. A 20-es az egy tök jó szám. 50-es. Úgy mit kell keresnem, hogy 20 szorozó, ugye? Isten csak kaparnák egy szorozósat. Ez már nem a régi vágyámunk. Új, Szabi, egy igazi betyár vagy. Okay. Megmegyek egy picit. 18? Az mennyire tipik szám? Ajajajaj, 24. Mennyire tipik szám a 24? 41. És akkor most nézzük meg egy következő nyerő számot, a 31-est. Hú, pedig annyi 30-as volt. 48-as. 30-as. Hát ez még mindig nem. 14. Kájne, 14-es. A német nézőjük. 47-es, 47-es. Aztán egészen mellé találtuk a 48-asnak. 42. Az annyi tipik. 13. Hát nem lehetne kicsinálni a 31-re? Hát van egy baj. 23. 35. Eddig... A 33-ra egy picit azt hittem, hogy 35. 27. És nézzük, hogy az utolsó nyerési esélyünk a 31-es, 5-ös. Sajnos ez egy nem nyerő sorsegy, mert később megnézzük, hogy tudunk-e vele valamit kezdeni. Vagy mehet egyből a kukába. Na, Blackjack! Adjál neki, tesó. Ja, jó, oké. 1 meg 4. Ez kevés, ez 16. Harmad gyenge. Keresünk egy nagy számot. A 9-es az egészen nagy. 12. Oly! 13. 300 forintot, ne viccelj már. Ott is van! Megjelent az első nyerő sorsegy. Megérkezett. Sajnos csak 300 forint, de ne becsüljük le a kicsit, mert az a nagyot nem érdemli. És hogy van? Na igen, így. Tökéletes volt. Így van. Úgyhogy jöjjön az Astro sorsjegy. Nagyon régen kapartunk már ilyet. Mérleg. Édesapám, mérleg. Egy kis fanfektet elmondok. Képzeljétek, én nagyon sokáig azt hittem, hogy mérleg horoszkóppal rendelkezem, aztán kiderült, hogy nem is, mert szűz a horoszkópom, de sigorúan a horoszkópom. Tehát, kezdjük el. Keresünk egy mérleg szimbólumot. De nem ez adnál. Egy bak. Az én vagyok, tesó. Ez egy kos. Ez egy skorpió. Ott hey! A mérleg! Come ott on! A mérleg! Adjál neki! Ne, kapard a nyelvén, mert aztán, ha van más, akkor tudjuk egy kicsit. 500. Jó, 500-ast keresünk. Sokszor szokott lenni ott 500-as. Én nagyon adom. Ezes is jó még. 300 is adok. Jó. Van olyan, hogy 5500? Hoppá. 1500 van, de akkor mindegy, ezt megmutatjuk, nem hogy itt... Nézzük. Hát, lehet, hogy valami történik, és akkor... Nem történt semmi. Nem 500 forint megy. Igen. A nyertes kupacba. Boom! Úgyhogy menjünk tovább a lottolázzal. Lottoláz! Nem sok, csak egyet hadd kezdek már. Miért nem megy oldalra a cuccos? Azért, mert nézd, tartsd egy kicsit, vagy így. Egy kis technikai difficulties van. És vissza is jöttünk egy kis technikai malőr után. Úgyhogy... Ez a mai világ, ez ilyen nem volt 36, 41. Egyébként tök érdekes, mert szoktam nézni a kommenteket, ne lepődjetek meg. Szoktam nézni a kommenteket, és még mindig nem tudjátok, hogy hogyan kell játszani a lottolázzal. Úgyhogy nézzétek... Kell még egy tutoriál? Nézzétek meg, légy szíves, hogy hogyan kell játszani. Itt meglátjátok majd a kártyát a jobb felső sarokban, és kattintsatok rá, hogyha mi mielőtt beleszólnátok, hogy mi nem tudunk lottolázt kaparni. Légy szíves! Légy szíves! Nem jó.
Eddig nem, eddig nagyon nem. Nem oltásnak szántam. Csak megállapítottam. 36, az ott megjelent. Na. 51. Hát az ki tudja? 51, ki tudja? Itt lehet valami. 22. 30, az jó. 43, Isten, az már nem jó. 67. 88. Van pár szám, amilyen nyerhetünk. 7-es. Ez 8? 8-as. 30-as. 41! Bam! Zsatár davas. 80-as, nézzük, van itt egy Joker. Biztos, egy Joker fej van. Egy buksza már van. Egy arany rúd van, sajnos ezek nem jelentettek dolgot. 500 forint már a zsebünkben. És 500 forint a zsebünkben. Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj, nem baj. Nyertes halom. Úgyhogy, hogy zárjuk valahogy ezt a videót. Itt van valamennyi nyertes. És hogy három darab nyertes van. Három darab nyertesünk van, és 5 darab vesztesünk van. Ugyan 8 sorsa. Igen, 5, mert így adja ki a 8-at. Tehát, 1500 helyett 1300 forintot sikerült beakasztani ebbe. És mennyiért kapartunk? Hát ezt most nagyon gyorsan kiszámolom neked, ez 1100, 1006, 1009, meg 600, az 2005, 3000 forint. 3000 forintért trükközgettünk itt, a következő részben pedig 5000 forintról fogjuk folytatni.